gyakorlatilag is elengedhetetlen, hiszen az maga az egyik felkészülés már az edzésre, illetve a versenyekre. Belegesek az első részben, hogy látjátok a háttérben, már másszor is kezdte, úgynevezett keringés fokozás, izmoknak a bemelítése, ez egy apró futások, illetve lazább kocogással kezdődik. Ezután átérünk kicsit az izületek, illetve izmoknak a nyújtására, egy kis gimnasztikázással, ugye mind térkörzés, vállkörzés, fejkörzés, ilyenféle gyakorlatokkal melegítjük az izületeinket. Ezután egy kicsit már intenzívebben, amikor már az izmokban kicsit többre került, illetve átkezdtek teljesen átmelegedni, akkor tehetünk egy kicsit fokozatosabb nyújtást, ami nagyon fontos, főleg a karatéban, hogy a lábtechnikák nélkül nem kivitelezhetők, illetve a gyorsaságán és a minőségén sokkal ront, hogyha az ember kevésbé van bemelegedve, illetve merevebbek a végtagjai. Ezután, miután végeztem a nyújtással, először egy kicsit egy ilyen a technikáknak az úgynevezett beélesítését kezdjük el, amelyet először lehet csak önállóan a levegőben végrehajtani, majd utána párban is szintén végrehajtani, hogy ne az edzés közepén, illetve ne a versenyen üssük meg az első technikáinkat, hanem kicsit úgymond a rosszabb technikákat üssük ki magunkból, és a versenyen és az edzés közepén már csak az éles technikák maradjanak bennünk. Ez a bemelítésnek edzéseken általában egy olyan fél órát vesz igénybe, verseny előtt azért az ember a ráhangolódás miatt sokkal több időt rászentel, általában egy órával előtte már a versenyszám előtte szoktak menni a versenyzők is bemelíteni. Köszönjük!